13 nap van az országgyűlési választásig, illetve a gyermekvédelmi népszavazásig. Nem nagyon jelent meg mostanában felmérés arról, hogy mekkora részvétel várható jövő vasárnap. Ebben döntő tényező lehet majd az is, hogy a fiatalok elmennek-e szavazni. Egyáltalán érdekli-e manapság a fiatalokat a politika? Jó, Némre Balázs! Köszöntöm a nézőket, szervusz Balázs! Pont ezzel kapcsolatban volt majd egy konferenciás vendégünk is ott volt, üdvözlöm a stúdióban Székely Leventét, a Matthias Korvinusz Kollégium Ifjúságkutató Intézetének igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Érdekes, hogy tényleg ma volt egy ilyen, ilyen konferenciájuk ezzel kapcsolatban. Például beszélgettek -e arról, hogy Magyarországon mennyire foglalkoznak a fiatalok a politikával? Pont ez volt a rendezvényünknek a Központi fókuszában, hogy kire szavaznak a fiatalok, most majd a, a parlamenti választáson, illetve hogy egyáltalán érdekli -e őket a politika, milyen e, módon jellemezhető az ő politikai aktivizmusuk, és hát így röviden összefoglalva, azt tudjuk mondani, hogy a fiatalokat alapvetően azért nem nagyon érdekli, nem nagyon mozgatja meg a politika. Hány százalékuk foglalkozik, hogyha lehet ilyen kimutatást? Lehet, hogyha egy ettől ötig terjedő skálán nézzük ezt a fajta érdeklődést, akkor a, az átlag az, az három alatt maradt, tehát nagyjából 2,5, sőt még alatta, tehát hogy a tendenciákat nézzük, akkor 2 és 2,5 között marad az átlag, és Te ez így a felük. Hát így, így van 20 esztendeje, nem, ez nem a felüket jelenti sajnos, ez úgymond a felénél sokkal rosszabb. Tehát aki úgymond érdeklődik a, a politika iránt, az a fiataloknak csak egy szűk része. Tehát, hogy egy olyan, nem tudom én, 10-20 százalék maximum. Azt meg lehet állapítani, hogy a fiatal korosztályoknak melyik része, az, amelyik fogékony a politikai közéleti témák iránt, hogy foglalkozik politikával, akár elmegy szavazni? Természetesen ez jól látszik, tehát a fiatalokon is belül az idősebb fiatalok azok, akik fogékonyabbak, illetve a képzettebb fiatalok. Tehát ez egyértelműen látszik, hogy van egy életkori és van egy képzettségi úgymond ilyen hatás vagy, vagy ismérve, ami alapján változnak a fiatalok. Idősebb fiatalok alatt mit értünk? Mondjuk a, a 20 éveseket, a 20 éves vége tehát a 20 éveknek a, a, végét érthetjük alatta, illetve hát, a fiatalok közé számoljuk a 30 és 40 év közöttieket, sok esetben oda szoktuk számolni, akkor ők is természetesen, ők sokkal fogékonyabbak, sokkal aktívabbak, mint az egészen fiatalok. Minél fiatalabbakat nézünk, és nagyon érdekes, hogy azok, akik most első szavazók lesznek, ugye, ő náluk alacsonyabb ez a politikai érdeklődés, mint általában a, a fiatal korosztályban. Az is érdekes kérdés ennek kapcsán, hogy mi befolyásolja a fiatalokat, hogy foglalkoznak-e politikával? Nagyon érdekes ez a kérdés feltevés, volt most egy ezen a, az ifjúságkutatónak a rendezvényén egy, egy amerikai kollega, aki összehasonlította az amerikai fiatalokat, illetve a magyar fiatalokat, és az volt az egyik ilyen fő tézise, hogy Magyarországon nagyon erős a közösségi médiának a, a hatása ebben a tekintetben, tehát a hírfogyasztás, politikai érdeklődés tekintetében. Mi azt látjuk a. Amerikában nem? Amerikában nem annyira jelentős ez, ott, ott a magyarországihoz képest sokkal erősebb a családnak a szerepe, egyébként Magyarországon is nagyon-nagyon erős a családnak a szerepe, tehát a, a politikai úgymond a szocializáció az alapvetően családi térben zajlik, nagyon Tanulságos azt látni, hogy a, a magyarországi 15-29 éveseknek a körülbelül 80%-a a szüleinek a politikai nézeteivel többé-kevésbé egyetért. Tehát, hogy, hogy nem ö, ö, egy szembeforduló generációról van szó szóval politikai. lázadás ilyen szempontból, családban. Nincs, nincsen lázadás, nem csak a politikai ö, vélemények tekintetében, hanem az értékek tekintetében is harmonikus a kapcsolata a fiatalok és a szüleik generációja között. Mert pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyi jelentősége van annak, hogy a családban milyen ideológiájú vagy beállítottságú emberek vannak, illetve a saját személyiség szerepe. A kettő között mennyi egyesség vagy különbség van, vagy melyik nyom inkább alattban, vagy kevésbé alattban? Hát mi azt látjuk, hogy, hogy inkább egységesség van ebben a tekintetben, tehát, hogy inkább úgymond a szülőknek az értéke, Rendje, a szülők politikai nézete az hasonlít a, a, a fiatalokéhoz. Nagyon érdekes egyébként, hogy nem csak, hogy a fiatalok kevésbé érdeklődnek a politika iránt, hanem túlnyomó többségük, kétharmadú vagy bő kétharmaduk nem is tud olyan barátját felsorolni, aki kifejezetten érdeklődik politika iránt, vagy, vagy aktív szerepet vállal politikai értelemben, tehát véleményt nyilvánít, vagy valamilyen... Politikai aktivizmusban vesz részt, szóval alapvetően a fiataloknak a többsége az elzárkózik a politikától. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy a Közügyek, a társadalmi problémák azok inkább foglalkoztatják őket. Tehát amikor egy fiatalnak azt mondom, hogy politika, akkor ő a pártpolitikát érti, a pártpolitikai csatározásokat érti inkább alatt. A klasszikus értelemben vett közügyekkel való Pontosan. foglalkozást. Érdekes kérdés visszatérve egy picit az aktualitásokra is akkor, hogy azért készítettek önök felméréseket a fiatalok tekintetében, Igen, konkrétan a magyarországi Igen. belpolitikai helyzetre vonatkozóan, akár a miniszterelnök, Kelőtek, bocsánat, népszerűségét, illetően akár a pártok népszerűségét, illetően hogy állunk ennek kapcsán? Megosztottak a fiatalok. Ugye itt a 18-29 évesekről van szó, tehát azokról, akik el tudnak menni áprilisban választani. Azt látjuk, hogy az elmúlt mondjuk így. Két hónapnak az adataiban, hogy úgymond zárul a, az olló az ellenzék és a, a kormánypártok tekintetében. Tehát a fiataloknál most nagyjából fejfej fej mellett áll ez a két politikai erő. A mi hazánk, illetve a két farkú Kutyapárt párt, azok pedig nagyjából így a parlamenti küszöbb környékén mozognak. Tehát, hogy nagyjából így néz ki a pártok népszerűsége, az, hogy Kit szeretnének a fiatalok látni e, miniszterelnökként, tehát Márki Zaj Pétert vagy Orbán Viktort? Ott e, eléggé egyértelmű a kép, tehát így az elmúlt e, időszakban azt látjuk, hogy hogy Orbán Viktor folyamatosan egy, egy, egy olyan legalább 10% ponttal vezet, tehát hogy egy, egy ilyen folyamatos trendet látunk. Érdekes, hogy akkor a személyiségben is azért van fontos tényező, hogy a fiatalok kihez húznak? Nyilvánvalóan van, tehát hogy... Mert hogy azt mondja, a pártok között ugye élesebb a verseny, itt pedig azt mutatja a miniszterelnök jelöltek személyében, hogy sokkal többen igen, ez Szavaznán egyértelmű. Bár Viktor én úgy mellett. tudom, hogy a, a közvéleménykutató kollégák azt sokszor megállapítják, hogy, hogy a Orbán Viktor miniszterelnök általában felfele húzza a kormánypártokat. Itt talán az látszik, hogy, hogy az ellenzék miniszterelnök jelöltje meg, mintha lefelé húzna a, az ellenzék igazgatór szűk egy percünk maradt, mitől függ az és mennyien mehetnek el szavazni április 3-án a fiatalabb korosztály közül? E, nagyon érdekes a, a kérdés, mert ezt föltették a, a rendezvényünkön és Ráz Ágoston azt jósolta, hogy, hogy körülbelül egy olyan 65-70 százalék között lesz a, a részvétel. A nézőpontintézet vezetője. A, a Nézőpont vezetője. vezetője, ott volt egyébként a az eseményen Závec Tibor is, és hasonló a mértékű... a vezetője. Így van, hasonló mértékű úgymond becslések hangoztak el. Nem tudjuk, meglátjuk, ez volt az eseményünknek az egyik konklúziója is, hogy majd két hét múlva meglátjuk, kinek volt igaza. Így van. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a meghívást.